Kalpáti István képviselő úr, parancsoljon képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Mi Hazánk mozgalom természetesen támogatja ezt a javaslatot, hiszen alapvetően helyén valónak tartjuk azt, hogy földadó bevezetésére semmilyen módon, semmilyen megfogalmazással ne kerülhessen sor, ne terhelje, vagy ne viseljék a terhek ezt a terhet is a magyar gazdák. Tehát támogatjuk a javaslatot. Tulajdonképpen most akár azt is megtehetném, hogy befejezem a felszólalásomat, leülök, és ennyiben marad a történet. Ugyanakkor rá kell világítanom néhány összefüggésre és néhány olyan dologra, amelyet szeretnénk viszont látni mi itt a Mi Hazánk képviselő csoportjában a gazdák érdekképviselete, a gazdák tehercsökkentése kapcsán. Én nagyon szeretném azt, tisztelt kormánypárti képviselők, hogyha ugyanez a mindent lebíró akarat, elképesztő hév és lendület kerítené önöket hatalmába, akkor, amikor mondjuk a magyar gazdák egyéb problémáit kellene orvosolni, vagy egyéb előttük tornyosuló akadályokat kellene lebontani. A teljesség igényének hadd mondjak önöknek néhányat, amely egyébként jóval nagyobb terhet ró a magyar gazdákra, mint adott esetben 10.000 forint per hektár, vagy 20.000 forint per hektár adó. Ezzel együtt természetesen elítéljük és erősen megkritizáljuk azokat, akik földadót vezetnek be, de megjegyzem, hogy mi igazságosan mérünk egységes mércével, nem kettős mércével, mint adott esetben a baloldal vagy önök. Ugyanis mi azt is elítéljük, és azzal sem értünk egyet, hogyha Márki-Zay Péter készül bevezetni ezt, de arról is ugyanez a véleményünk, hogyha mondjuk Hajdunánáson vezetik ezt be, és mondjuk Szólát Tibornak alelnök kívánja ezt bevezetni és fenntartani. Származon ebből akármennyi bevétele is az önkormányzatának. Tehát akkor, aki átmond, mondjon bét, és ne tegyenek úgy, mintha csak a balliberális oldal egyes prominensei adott esetben egykori miniszterelnök előjöke vezetné be, mert ez pont ugyanolyan csúnya dolog, mint amikor Szólát úr készül bevezetni. Tehát akkor legyenek szívesek, szóljanak annak alelnökének, hogy talán ezt saját szabad akaratából is lehet volna eltörölnie, vagy talán már be sem vezetnie. Természetesen azért az éremnek van egy másik oldala, vagy egy pereme is, hogy önök valóban kivéreztették az elmúlt 13 évben az önkormányzatokat. Ez a vércsapolás az önkormányzatok vonatkozásában 33 éve folyik. Az elmúlt 13 évben felgyorsult, egyszerűen nem tudnak semmilyen módon megfelelő bevételekhez jutni. Azért ezt se felejtsük el. Korábban a gépjármű, de ott maradt az önkormányzatoknál. Aztán önök azt mondták, hogy már csak 40% maradhat náluk, vagyis 60%-át központosították, elvonták. Még most már az egészet a Covid-válságra hivatkozva, és azóta vissza sem állították, az egészet lenyúlják tőlük. Nagyon kevés lehetősége van a legtöbb önkormányzatnak, néhány kivételes adottságú önkormányzatot leszámítva arra, hogy helyi adóbevételekhez jusson. Azonban én most inkább alapvetően ezt egy agrár témájú javaslatnak, vagy mezőgazdasági jellegű javaslatnak tekintem, ezért a teljes igénye nélkül részben a napirend előtti felszólalásomhoz kapcsolódva, vagy azt folytatva, hadd mondjak önöknek néhány nagyon lényeges problémát, ami sokkal nagyobb mértékben sújtja a gazdákat, mint az, amiben a javaslatban van, illetve megszüntetése vagy kizárása kerül. Az egyik, hogy talán árstoppok, vagy egyéb árkorlátozások vonatkozásában célszerű lenne önöknek gondolkodni műtrágya, vegyszer és az agrárvállalkozókat, a mezőgazdasági vállalkozókat tekintve mondjuk az üzemanyag ár kapcsán. Ugyanis önök jövedéki adót fognak emelni 2021. január 1-től, a vonatkozó jogszabályokból ez kitűnik, 40 forinttal fog minimum literenként emelkedni, akkor mondom a megoldást is, jó Mi Hazánkhoz szokás szerint, vagy megoldási javaslatot, gondolkozzanak el azon, hogy a hektáronként meghatározott literben megképzett mennyiséget megemelik a jövedéki adó visszaigénylése kapcsán. Magyarul jóval nagyobb mennyiségre tudjanak visszaigényelni a gazdák jövedéki adót 2024. január 1-től, mint mondjuk ebben az évben. Hiszen ennek a mértéke hosszú évek óta változatlan. Ugye a terület művelési ágától is függ, nem mindegy, hogy legelőről, szántóról vagy gyümölcsösről beszélünk, ehhez van kötve az, hogy hány liter gázolaj után lehet egy éven belül visszaigényelni a jövedékadónak egy részét, mely a pontos. Én 72 forint per liter mennyiségre emlékszem, de ha ettől kicsit több vagy kevesebb, akkor elnézést kérek, ha tévedtem. Ezt a mennyiséget illő lenne megemelni, hogy valahogy kompenzálják a gazdáknak a megemelkedett gázolaj árakból eredő nehézségeket. Ettől is nagyobb probléma azonban, ami a
hogy a napirend előttimben is mondtam, ami a vegyszer és műtrágy árak kapcsán történt az elmúlt, árak kapcsán történt az elmúlt két évben. Különösen az elmúlt két évben. Ugye két órával ezelőtt arról beszéltem, hogy számos lényeges vegyszer, amelyeknek nagy mennyiségben használnak a gazdák, gombölőszerek, rovarirtószerek legalább kétszer annyiba kerülnek nálunk, mint a Lengyelországban. Legalább kétszer annyiért adják a legnagyobb magyar forgalmazók, mint a legnagyobb lengyel forgalmazó. Amelyet valószínűleg a profitérségen, a hiéna szemléleten kívül a világon semmi nem indokol. Ez lényegesen nagyobb mértékben sújtja a gazdákat, mint az a kétségkívül fontos javaslat, amiről alapvetően itt most mi tárgyalunk. Akkor legyenek szívesek plafonírozni, vagy valamilyen módon akár a törvényes politikai érdekérvényesítés keretein belül hatni abba az irányba, hogy a profitérségüket fogják vissza a vegyszer és műtrágya forgalmazó cégek, mert a műtrágya fronton ugyanaz a helyzet. És szeretnék önöknek még egy fontos problémát felvetni ennek kapcsán. Sok esetben silány minőségű vegyszereket és műtrágyákat adnak el egyes forgalmazók a magyar gazdáknak. Találkoztunk olyannal, be fogom mutatni ezt a közeljövőben a nyilvánosság előtt, hogy 35%-kal kevesebb hatóanyag van az adott vegyszerben, mint az egyébként a kémiai összetevők robotban szerepel. Találkozunk olyan műtrágyákkal, amelyek az Atya Úristennek nem akarnak feloldódni, még csapadék hatására sem. Természetesen ezeket is gyémántáron adják a kereskedők. Ezt is csak a magyar gazdákkal lehet megcsinálni. Úgyhogy azt kérem, hogy a magos és a NAK itt is vesse be magát, vesse abba a befolyását, és harcoljanak a magyar gazdákért. Ne álljanak meg a földadó eltörlésénél, vagy a földadó kiszabási lehetőségének kizárásánál. Hiszen itt az elmúlt két vagy három évben többszörösére növekedett költségekről beszélünk, és úgy érezzük, hogy megint a magyar gazdákat nézik az egész Európai Unióban levadászandó prédának, leúszható baleknek vagy madárnak. Ennyit tehát a vegyszer és műtrágya és üzemanyag árakról, bőven lenne az érdekképviseletnek itt is helye. Én arra kérném Jakab Istvánt és mindenki, aki a kormánypártok soraiban foglalkozik a magyar mezőgazdasággal, hogy próbáljanak sokkal nagyobb mértékben, nem hogy próbáljanak, álljanak az őstermelők, a mezőgazdasági őstermelők, az őstermelői családi gazdaságok, vagy a mezőgazdasági társaságok oldalára. Azoknak az oldalára, akik lassan teljesen elvéreznek. Ebben a küzdelemben önöknek kétharmados lehetőségeik vannak, senkire nem hivatkozhatnak. Semmilyen külső körülményre nem hivatkozhatnak e tekintetben. Teljesség igénye nélkül mondok önöknek néhány példát, és főleg itt a felvásárlási árak, vagy még a termelőkkel való bánásmód, a nagy cápáknak való kiszolgáltatottság a legfőbb probléma. Elég csak a vízi szárnyas tenyésztőkre gondolni, tisztelt hölgyeim és uraim. Átverik őket a takarmány a tápforgalmazásánál a hatóanyagokkal. Lehet, hogy csak szállításom egy kis tétellel, de az összességében egy nagy gyártónál óriási összegre jön ki akár egy hónapra. Amikor a víziszárnyas tenyésztők, a bérhizlalók, a bértenyésztők viszik leadni a vágóhidra az állatokat, akkor képzeljék el, hogy a minősítésnél nem lehetnek jelen. A minősítést végzők úgy minősítik, ahogy akarják. Minősítésenként több millió forinttal húzgálják le őket. Amely után jogorvoslat és egyéb lehetőség is alig van. Akár jogi értelmek, akár pénzügyileg nem tudnak utána menni. Mondván, hogy az annak a tulajdona, az az állat, aki a minősítést végzi. Hát ez semmiképpen nem mellérendeltségi viszony. Ez nagyon messze áll a becsületes, korrekt, igazságos, nemzeti, keresztény, konzervatív, hazafias hozzáállástól, hogy beviszem azt az állatot, kacsát, libát például, amelyeket heteken, hónapokon keresztül hizlaltam, aztán megállok kint a kapuban, illetve kizárnak, be sem tudok menni, és akkor aztán olyan minősítést adnak, amilyen az arcukra ráfér, amit nem szégyelnek. És nem csak erre egyébként, sorolhatnám hosszan, a felvásárlására épp, hogy lélegeztetőgépen tartják mondjuk a víziszárnyas tenyésztőket. De mondhatnám ezt a zöldséggyümölcs fronton is. Valószínűleg önök is tisztában vannak azzal, hogy alapvető zöldségek, gyümölcsök felvásárlási árai ugyanazok, várhatóan az idén sem lesznek túl sokkal magasabbak, mint amelyek 5 vagy akár 10 évvel ezelőtt is voltak. Csak hol vannak már
5-10 év alatt hova emelkedtek az előbb említett üzemanyag, vegyszer, műtrágyárak és a munkabérek. Az az érzésem, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy olyan szinten nézik hülyének a nagy felvásárlók, kereskedők, a, ha úgy tetszik, a nemzeti nagy tőkések, a magyar parasztembereket, hogy mindig annyi vér csapolnak le belőlük, mindig addig zsigerelik, hogy épp hogy életben hagyják őket, hogy még tovább tudjanak dolgozni, épp hogy talán felvillan annak a reménycsugor, hogy érdemes még fáradozni, küszködni január 1-től december 31-ig, péntektől vagy hétfőtől vasárnapig robotolni, hát ha a következő év jobb lesz, de gyakorlatilag nagyon sok termelő úgy érzi, hogy igazából a kereskedőknek termeli meg a profithoz szükséges nyersanyagot, legyen az zöldség, gyümölcs, vagy éppen élő állat. Mert mondjuk nem ők gazdagodnak a verejtékes munka gyümölcsén. Önök szerint nem lehetett tenni valamit annak érdekében, hogy a kétségkívül elfogult vagyok a témakörrel kapcsolatban, ezt be is vallom férfiasan, hogy az az alma, ami tőlünk Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből mondjuk 90-100 esetleg 120 forintos áron kerül felvásárlásra termelőtől a fa alól vagy a kertből, azt itt Budapesten 5-600 forintért látom viszont, de annak csak a silány minőség kiadását. Sokszor 5-600 forintért tesznek ki Pesten meg a nagyvárosokban olyan minőséget, amit mi lehet, hogy a léalmába is szégyelnénk beletenni, és inkább ott hagyjuk a fa alatt. Hogy 5-szörös-6-szörös árat nyúl le a multi, vagy esetleg itt a budapesti, teljesen mindegy, hogy milyen származású kereskedő. Önök szerint ez nem fogja előbb-utóbb nem csak a termelést, hanem az élettől is elvenni a magyar parasztemberek kedvét, ők ezért gürizzenek, ezért kockáztassanak, ezért szorongatják ők azokat a bankok, akiknek még hitele is van. Ezért fizessék az egyre emelkedő munkabéreket. Küszködjenek azzal a munkaerővel, amely ritka kivételtől eltekintve az idegrendszerüket is tönkreteszi. Én azt gondolom, hogy néhány kormánypárti képviselő, főleg akiknek nincs köze a mezőgazdasághoz, egy hónapig küszködde azzal a minőségi munkaerővel, ami még ott maradt a magyar vidéken, hogy egyéb súlyos kijelentést ne tegyek, azt hiszem, hogy elgondolkodnának azon, hogy mennyit ér igazából az a tej, a kenyér, a zöldség, vagy a gyümölcs, vagy bármilyen húsféleség, amit aztán önök esetleg a vasárnapi ebédben lehet elfogyasztanak. És ezek után a munka végeredményeként van egy rendkívül szerény mértékű profit, ha egyáltalán erről lehet beszélni. Tisztában vannak önök azzal, hogy az ukrán gabona helyzet miatt nagyon sokan már nem is vettek az idén? Vagy csak olyat, aminek alacsony lesz a ráfordítása? Mert önköltségi ár alatt tudnak értékesíteni. Az ukrán gabona miatt. A háború árát akkor kik fizetik meg? Nem a magyarok, nem a magyar termelők, nem a magyar parasztemberek, dehogy nem. Akkor ne legyenek úgy, hogy önök megvédték a magyar gazdákat. Hát ettől se tudták megvédeni a magyar gazdákat. És azok, akiknek mondjuk gépesítettek, gépekbe fektettek, és még bérmunkára alapozták a mezőgazdasági vállalkozásuk nagyobb részét, azok most miután sokan nem vetnek, értelemszerűen gépi munkára sincs szükség. Általában jelentős hitelállománnyal küzdködnek, vagy küzdenek, ők is tönkre fognak menni. Beindul egy dominó effektus. Egyik bedől a másik után. Én erről is szeretnék ilyen lánglejakű felszólalásokat hallani önöktől, meg ilyen rendkívül bátor törvényjavaslatokat, meg akár nem is törvényi szinten mondjuk különböző intézkedéseket, mert amikről én most beszélek, azok közül nem minden igényel feltétlenül törvényi szintű szabályozást vagy beavatkozást. A vízi szárnyas minősítés szabályainak a megváltoztatása, a felvásárlási körülmények megváltoztatása. És tudják, az a legszörnyűbb, és mondjuk ki őszintén, itt mellébeszélés nélkül, hogy bármennyire is lelkiismeretesen, profin, komoly szellemi és fizikai munkával termelnek a magyar parasztemberek, a ritka kivételtől eltekintve elsősorban a gyalázatos felvásárlási árak miatt, a kereskedői maffia miatt, a tészes maffia miatt, gyakorlatilag az uniós támogatások lélegeztető gépén vannak épp hogy. Ha az uniós támogatásokat, akár a normatív alapokat, akár a pályázaton elnyerhetőket kivennénk a rendszerből, akkor ritka kivételtől eltekintve a legtöbb, legprofibban, legügyesebben, 7 nappal átélve dolgozó gazda önhibáján kívül tönkre menne. Elsősorban azért, mert nincsenek normális felvásárlási árak, hanem egy egyoldalú kereskedőpárti, tészpárti, meg multipárti szemlélet van. Ezt önök hagyják burjánzani, hiszen még nem tört ki
különösebb elégedetlenség a magyar parasztság körében, vagy legalábbis nem vonultak még utcára az emberek. Úgyhogy én azt kérem önöktől, hogy ezeket a problémákat is mindannyiunk jó megfontolt érdekében mi hamarabb kezdjék el orvosolni. Köszönöm a figyelmüket!